Ismeretlenek összefirkálták az adventi vásár nyilvános vécéit és két bódéját pénteken éjszaka. Arany és kék festékszórót használtak, aláírás jellegű, nagyméretű feliratokat fújtak a fa és műanyag felületekre. Azt nézegettük, mivel lehet lemosni. Az árusok csak másnap reggel vették észre a rongálást. Reggel jöttünk, és megvolt a bódé hátulja firkálva, és rá egy pár órára jöttek és letakarták, hogy ne látszódjon. Tehát mi csak ennyit vettünk észre. Előző este, mikor elmentünk, még tiszta volt, és reggelre valaki összefirkálta. Az adventi bódékat az árusok bérlik, tulajdonosuk az önkormányzat, így a firkákat a város saját költségén távolítatja majd el. A közterületfelügyelet hamar intézkedett, már szombat reggel a főtérre érkeztek és letakarták az összefestett felületeket. A rendőrség jelenleg büntető eljárás keretében vizsgálja az ügyet. A felderítésben segíthetnek a térfigyelő kamerák, amelyek az itt-ott hallható városi legendákkal ellentétben egész nap működnek a főtéren is. A főtér teljes területe le van fedve a térfigyelő kamerák által, és ezek a kamerák az idei évben lettek cserélve, új típusú PTZ mozgatható, forgatható kamerákról van szó, függőlegesen 90 fokban fordítható, vízszintesen pedig 360 fokban fordítható. Ezeket a kamerákat a közterület felügyeleten a nap 24 órájában élő erővel figyeljük. Adott esetben a rendőrséggel, közös szolgálat teljesítéssel látja el ezt a feladatot a közterület felügyelet. Szombathely sűrűn látogatott területeit térfigyelő kamerák pásztázzák, ezt a lakosság is tudja, ehhez képest viszonylag sok, 1100 esetben intézkedett a közterület felügyelet idén a kamerákon keresztül észlelt ügyekkel kapcsolatosan.